Megújul a város közvilágítási rendszere az elkövetkező időszakban. Az uniós beruházás során a város teljes területét, így a külterületi városrészek lámpatesteit is lecserélik LED típusúra. Hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet szeptember 9-én tartottak a Városházán. Fóris László alpolgármester elmondta, utolsó fázisához érkezett a 100%-os támogatottságú pályázat, jelenleg a kivitelezési munkálatok előtt állunk, fogalmazott. A Hajdúböszörmény közvilágításának energiatakarékos átalakítása című projektre mintegy 460 millió forintot nyert az önkormányzat. A beruházás során a lámpatesteket cserélik ki LED típusúra, amelynek jellemzője, hogy fogyasztása kisebb. Előnye továbbá, hogy élettartama hosszabb és kevesebb karbantartást igényel, mint a hagyományos, nagynyomású nátrium és higanylámpák. A fejlesztéssel mintegy 35%-os energia megtakarítás érhető el, illetve a közvilágítási rendszer karbantartási költsége is csökken. Mint ahogy a ciklusainkban általában mostanában egyik legfontosabb az energia megtakarítás elérése, és ezt mindig prioritásként tűztük ki a pályázati kiírások figyelésekor is, komoly energia megtakarítást fog eredményezni mindenképp, és azt gondolom, hogy ez a lámpatest csere, amely nem csak egy égő csere, hanem egy komoly lámpatest, egy minőségi előrelépést jelentett Hajdúböszörmény közvilágításában. A lakosok mindenképp pozitívan fogják érezni magukat, a lámpa minősége eleve adja, a fényerősség eleve fogja adni azt, hogy egy jobb közérzetet jelent. De emellett nem mellékes, hogy ez a technikai fejlődés, mint ahogy említettem, energia megtakarítást jelent, ez a 3500 az lámpafej, mint ahogy itt a szerződés aláírásánál is a konzorciumi partnerek elmondták, egy 35-40%-os megtakarítást is jelenthet. Nagyon komoly lesz ugye az energia vagy közvilágításnál mindig az a működőképesség, hogy működik-e folyamatosan a lámpa. Ezek a LED világítással felszerelt lámpatestek meghibásodása nagyon-nagyon csekély. A hagyományos lámpákhoz képest itt éppen a kivitelezők részéről mondták el, hogy 1000 lámpatestnél egy hibásodhat meg. Ez azt jelenti, hogy ha nem hálózati hiba, akkor abban az esetben gyakorlatilag ezek a lámpafejek szinte 100%-ban működőképesek. Gondolom ezáltal, mivel kevesebb a meghibásodás, az élettartamban sokat jelenthet a város. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindenki számára nagyon-nagyon komoly előnyt jelenthet, és mint ahogy a bevezetőmben is elmondtam a pályázat kapcsán, különön örülök annak, hogy ez a lámpafej egy intelligens lámpafej lesz, annak a lehetőségét hordozza magában, hogy ez a rendszer szabályozhatóvá válik. Ez azt jelenti, hogy akár városrészeketben tudjuk csökkenteni mondjuk éjfél után a világítás szintjét, ha nem tartjuk fontosnak, de vannak olyan kísérletek, már is ismerünk olyan gyártót, aki olyat tud, hogy a forgalmat érzékel, és a forgalomnak megfelelően, ha egy gépjármű megy el, akkor 5 lámpát kapcsol fel egyszerre, ha gyalogos megy, csak 1 lámpa testet, úgyhogy nagyon sok mindenre lesz lehetőség, de ma már a intelligens közvilágítás mellett ezek az érzékelők, a lámpaoszlopok, meg a lámpafejek olyanokat tudnak, hogy akár kamerát lehet beleszerelni, és megfigyeli a lakosság, vagy a lakosnak akár a házát, a biztonságot segíti, vagy akár a parkolóhelyeket lehet vele ellenőrizni, hogy megőrült egy parkolóhely. Ezek a Smart City, intelligens városban ilyen jellegű elképzelések is vannak, és ez a lámpafej már ezt is tudja. Ugyanez a pályázati kiírásokban, meg a pályázat kiírásakor nem volt feltétel, de mi egy külön feltételként még ezt a kérést is megfogalmaztuk a pályázat kapcsán, és erre is kedvező választ kaptunk. Maga a beruházás elég elhúzódott, ugye ma a közbeszerzések, maga egyáltalán a tervezési időszak, a közbeszerzésig míg eljutunk, az egy komoly időt vesz igénybe. Az elbírálások, a pályázók, ahányan pályáznak, ott mindenki még óvhat, felvethet kérdéseket, úgyhogy ez gyakorlatilag hosszabb lesz, mint maga a kivitelezés. A kivitelezés terveink szerint, ha minden jól megy, most szeptember 2. felétől indulhat, várjuk itt a hatóságoknak a hozzájárulását, az E.ON
illetve a közútkezelőnek kell még a hozzájárulása, és akkor elindulhat, és ha minden jól megy a kivitelezővel történt megbeszélés alapján, illetve a szerződés alapján is, úgy tűnik, hogy az október közepére elkészülhet. Hát nagyon várjuk mi is, és hát örülünk, hogy megint azért 440 millió forinttal sikerült a város gyarapítani. Schaier Gábor, az Elios Innovatív ZRT vezérigazgatója, a kivitelező Hajdúböszörmény 2015 konzorcium nevében elmondta, a projektben szerepel a város teljes területének, így a külterületi városrészeknek is a közvilágítási korszerűsítése. A projektből csak azok az utcák maradtak ki, amelyek esetében a közvilágítás korszerűsítése az utóbbi években megtörtént. Így például a Bocskai tér, a Petőfi, Korpona és Rákóczi utca, fogalmazott a vezérigazgató. Ezt követően Fekete Zoltán, a Hajdúböszörmény 2015 konzorcium másik tagja, a Ság Hungária Kft. Ügyvezetője szólt a megjelentekhez. Elmondta, a beruházás várhatóan szeptember második felében indulhat el az E.ON Tiszántúli Áramhálózat ZRT-nek és a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nek, mint az állami utak kezelőjének a jóváhagyását követően, és előreláthatólag október végére újulhat meg a városi közvilágítás. A tájékoztatót követően a felek aláírták a kivitelezési munkálatokhoz szükséges szerződést is.